Thompson triplájával indult a találkozó, amire Karahodzic válaszolt. Jobban kezdte a mérkőzést a Sopron. Bár a negyedfelére egy-egységre zárkózott a Kecskemét, Thompson két távoliát követően a hetedik percben már 12-21-re vezetett ellenfelünk. Hiába a hazai időkérés, csak 6 pontot dobott a hajrában a KTE. A második negyedben Gyerasimovics és Wittmann vezérletével a 14. percre 1-1-ségre zárkózott a Kecskemét, és a játék részfelére át is vette a vezetést a KTL Duna Aszfalt. De a vendégidőkérést követően ismét hátrányba került csapatunk. 4 pontnál nagyobb fort nem tudott kiharcolni a Sopron, sőt a 19. percre Gyurászovics távoliával ismét a hazaiaknál volt az előny, melyet meg is tudott tartani. 48-45 volt az állás a nagy szünetben. A fordulást követő második percben újra a vendégek vezettek, bár Wittmann büntetőből fordított, hamar ismét 3 pontos előnyre tett szert a Sopron. Pontatlan volt a hazaiak játéka, így az előnyt meg is tudta tartani az ellenfél. 62-65-ös hátrányból vághattunk neki a záró felvonásnak. Az etap elején Gyurászovics és Wittmann vezérletével átvette a vezetést a KTE Duna Aszfalt. 2 egységnél közelebb nem tudott zárkózni a Sopron. A negyed felénél 8 pont volt a for. Igaz, egyszer még sikerült 4 pontra feljönni az ellenfélnek. A hajrát megnyomva 90-80-ra nyerte meg a találkozót a KTE. Nagyon agresszívan védekezett a Sopron, szervezettek voltak, fölkészültek belőlünk. Ezt mi is elmondhatjuk, mert mi is felkészültünk a Sopronból, és nagyon jól védekeztünk. De igazából azt mondják, ez ilyen közhely, hogy ha valaki jól játszik, egy meccsen, meg jól dob, akkor könnyű nyerni, nyilván nyerünk, de az már marha nehéz, hogyha ha nem játszunk jól, és úgy nyerünk. És egy jó csapat ellen. És már ez történt. A Kecskemét legközelebb Kaposváron játszik december 14-én, majd 18-án a Pécs csapatát fogadja az év utolsó hazai meccsén a Messzi István sportcsarnokban.